Szinte teljesen eltűnt az autó eleje az ütközéstől. A sofőr egy viszonylag hosszú, egyenes szakaszon gyorsulhatott fel, kápolnás nélkül után úgy 80-90 km/h. Ezt követően csapódott a fának. Néztük a pulzusát, hát az már nem nagyon volt. A közeli tűzép dolgozói csak a csattanást hallották, ekkor kísértek segíteni, de már nem tudtak mit tenni. Egy másik sofőr segítségével telefonon értesítették a mentőket. A szemtanúk szerint direkt ütközött a sofőr a fának, a becsapódás előtt ugyanis nem lassított, a nyaka pedig egy dróttal volt az üléshez rögzítve. Volt egy drót kötél, valószínű, hogy ezt magának csinálta. Levágtuk a drótkötelet, és akkor annyi. A helyszínre érkező tűzoltók és mentők sem tudták a férfi életét megmenteni, valószínűleg az ütközés pillanatában elhunyt a sofőr. A pázmányi tűzoltók végezték a kocsi áramtalanítását. Pázmány 5-e megkezdte az áramtalanítást. Én a mentősökkel felvettem a kapcsolatot, ők azt mondták, hogy sajnos a bent lévő személy elhunyt. Innentől kezdve úgy kell kezelnünk a helyszínt, biztosítani kell, az áramtalanítást leellenőriztem, esetleg tűzforrásokat meg kell szüntetni. A rendőrség nem erősítette meg azt, hogy a sofőr öngyilkossági szándékkal rohant a fának. Közleményükből annyi derült ki, hogy a haláleset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálják.